Szép estét kívánok február 2-án kedden, ez itt a KVTV, benne pedig a Presszó. A mai napon az Aidák és a Karolinák ünneplik névnapjukat. A Karolina, a Karola továbbképzése, latin germán eredetű, a jelentése legény fiú. Az Aida pedig Verdi hasonló című operája főszereplőjének a neve. Nagyon boldog névnapot kívánunk tehát. A mai műsorban vendégünk lesz elsősorban Juhász Rita, a Barcikart Kft. Ügyvezető igazgatója, akivel a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozatról és annak az izbarcikai vonatkozásairól fogunk beszélgetni. Aztán itt lesz velünk Ormos László, a helyi kutyás társadalom szószólója, akivel pedig az egyre szigorodó kutyatartásról fogunk beszélgetni. Majd pedig itt lesz velünk Hajnal József, a Barcikart Kft. Főszerkesztője, akivel pedig az idei évembere választásról esik majd szó. Érdemes lesz tehát velünk tartani. Köszöntöm a stúdióval Juhász Ritát. Szép estét kívánok, szervusz! Idén 2016. február 5-e és 7-e között kerül országos szinten megrendezésre a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat. Kazinc Barcikán pedig ugye február 6-án csatlakozik ehhez a rendezvénysorozathoz. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen programok várhatóak. Igen, ez a Kultúrházak éjjel-nappal, ez ugye már néhány éve működő országos kezdeményezés, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy még egy picit közelebb hozzuk azokhoz az emberekhez a közművelődési színtereket, ahova vannak, akik ugye sokat járnak, tehát nyilván akár előadásokra, akár bármilyen kulturális eseményre, vannak, akik pedig kevésbé. És igazából szeretnénk bemutatni egy picit nekik ezeknek a közművelődési intézményeknek a működését, illetve hát milyen programokból válogathatnak. Most ebben az évben ennek az egész országos programsorozatnak az élő zene áll a központjába, tehát gyakorlatilag ez a tematika, úgyhogy erre építettük fel most mi is ezt a szombati programunkat. És pontosan hol kerül megrendezésre ez a program? Igen, hát a lényeget nem mondtam, az Egressi Művelődési Központban természetesen, úgyhogy, de egyébként a Kodály Művészeti Iskolával közösen csináljuk ezt a hétvégét, tehát közösen szervezzük, és az ő aktív részvételükkel kerülnek a programok bemutatásra. Milyen programok lesznek? Délután várjuk, tehát ugyan Kultúrházak éjjel-nappal, azért mi ebből a nappalt választottuk, mert azért az a tapasztalatunk, hogy azért ez a délutáni időszak, mondjuk egy szombati napon az, amikor a legtöbben ráérnek és el tudnak jönni, hiszen erre a programsorozatra gyakorlatilag az egész családot várjuk, tehát olyan rendezvény, ahol tényleg a kicsiktől a nagyokig mindenkinek, én azt gondolom mindenkinek érdekes lehet, tehát az élő zene lesz a központjában. És délután 3:30-kor fogunk kezdeni egy játszóházzal, 3:30-től 5 óráig. Ezt gondolom gyerekeknek? Elsősorban igen, gyerekeknek, bár az a tapasztalatom, hogy tényleg a mezeiben ugye rendszeresen csinálunk a gyermekek háza, kézműves háza szervezésében játszóházakat, és az a tapasztalat, hogy a szülők is beülnek, így van, tehát nagyon, tehát eleinte csak segítenek a gyerekeknek, vagy próbálnak segíteni, aztán rájönnek, hogy ennek azért az alkotásnak milyen öröme van, és beállnak, és segítenek, és csinálják. Úgyhogy hát hangszereket, illetve olyan hát eszközöket fogunk készíteni itt a játszóházban, amiket majd később a program során ki is fognak próbálni a résztvevők. Tehát ezzel majd lehet játszani akkor, lehet rajta zenélni. Így van, pontosan. Olvastam a programok között egy nagyon érdekeset, hangszersimogatás. Ez mit jelent, ez kérlek fejtsd ki. Igen, tehát ahogy mondtam, először ugye lesz ez a hangszerkészítő játszóház, és utána 5 órától indulnak a programok, egy párhuzamosan 3 különböző helyszínen, nyilván az Egressin belül, 3 különböző program lesz, az egyik ez a hangszersimogatás, ami tulajdonképpen ismerkedés a hangszerekkel. Én azt gondolom, hogy és hát azt gondoljuk mindannyian szervezők, hogy ez tényleg egy érdekes színfoltja lesz ennek az estének, hiszen ugye a hangszereket legtöbbször, vagy legtöbbünk a színpadon látja, hallja, élvezi, vagy tévében, vagy tehát semmiképpen nem úgy, hogy a kezébe veheti és megszólaltathatja, hiszen nem mindenki tanul zenét. Úgyhogy ez nyilván elsősorban azoknak az embereknek, azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, vagy bárkinek lesz érdekes, aki ugye nem tanul zenét, de talán azoknak is, akik tanulnak, hiszen más hangszereket is megismerhetnek. Nagyon sok hangszerből lehet majd válogatni, tehát már úgy kipróbálni, úgyhogy érdemes lesz eljönni. Tehát ez lesz az egyik program. A másik az a Rajzold le a zenét című, ami én azt gondolom, hogy szintén egy érdekes. Itt pedig tulajdonképpen a zene hatása
lesz az, amit megeleveníthetnek majd a résztvevők. Tehát szól a zene, és ami eszükbe jut arról, azt lerajzolhatják? Így van, tehát élő zene természetesen, és hát a Kodály Művészeti Iskola tanárai fognak zenélni, és így van, hogy ami eszükbe jut, vagy amilyen érzelmeket kelt bennük a zene. Tehát ez egy, ugye a zenét egyébként terápiás célra is használják, illetve van egy ilyen hasonló terápia, ez most nem ilyen célra lesz, nem tényleg csak az, hogy kiben mit indít el egy ide egy is dallam. Minden korosztályt vártok? Abszolút, szeretettel. Abszolút. Illetve ezek a programok párhuzamosan mennek, de úgy csináltuk meg a programot, hogy te csoportokra osztjuk majd a résztvevőket, és őket kvázi forgatjuk, tehát egyik helyszínről mennek a másikra, és így mind a három programunkat kipróbálhatják majd. És van még egy, a legyél te is karmester. Igen. Ez pedig majd az Egressi nagy színpadán lesz. Úgyhogy mindenki felmehet majd a színpadra, és ez lesz az a pont, amikor kipróbálhatják azokat a hangszereket, vagy azokat a hangot adó eszközöket, amiket a játszóházban készítettek. De természetesen, aki nem vett részt a játszóházban, és nem készített, annak is élmény lesz ez, hiszen ott lesz a hangszerek közelében, és ott is lehetősége lesz majd akár kipróbálni, akár karmester is lehet, ahogy ennek a játéknak a neve szól. Jegyeket szükséges váltani, vagy pedig bárki részt vehet? Természetesen ingyenes az egész rendezvénysorozat, de azért arra kérünk mindenkit, hogy pontosan azért, hogy tudjunk készülni arra, hogy hányan vesznek majd részt, hogy regisztráljanak be az egressi@barcikaart.hu e-mail címen. Vagy az Egressibe, ha betelefonálnak, és bemondanak egy nevet, illetve egy létszámot, akkor azzal is rendben van a regisztráció. Tehát ezt azért szeretném kérni mindenkitől, akit érdekel. Beszéljünk még egy kicsit a színházról. A színház bérlettel kapcsolatosan mi a következő előadás? Február 16-án, 17-én lesz a következő előadása a színházbérlet sorozatunknak. Most ez nem egy színházi előadás lesz, hanem egy zenei előadás, ahogy ezt már annó korábban is beharangoztam, tehát ugye 4 színházi előadásunk van a bérletben, és ez a zenei. Itt idősebb Malek Miklós, illetve Malek Andrea a lánya fognak fellépni. Ez egy, hát egy ilyen nagyon családias hangulatú, rengeteg örökzöld slágerrel hallható majd ezen az estén, és természetesen ugye miután egy, hát hogy így mondjam, jól összeszokott párosról van szó, hiszen ugye apa-lánya kapcsolatban élnek. Nagyon sok családi sztori lesz majd olyan, ami nyilván a zenéhez kötődik, vagy az ő életükhöz, vagy azokhoz a slágerekhez, amit majd előadnak. Úgyhogy gyakorlatilag a színpadon lesz egy zongora, egy Malek Miklós és egy Malek Andrea. Szerintem nagyon-nagyon szép lesz. Tehát én ezt már láttam, ezt az estet, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani. Közeleg a Valentin nap, a február 14-e. Valentin napra mivel készültök? Mivel lephetik meg kedveseiket, a szerelmesek? A Valentin napot picit előre hoztuk, hiszen a Mezei Kávézóban ugye szerdánként, két hetente szerda esténként szervezzük azokat a Egy csésze kávé című sorozatnak az estjeit, amire most ugye Valentin nap alkalmából készültünk. Hát mi más lehetne, mint szerelmes duettek lesznek ezen az estén hallhatóak, úgyhogy erre azt gondolom, hogyha valaki meglepte már a párját, és vette el a jegyet, akkor biztos, hogy egy szép valentinnapi estben lesz, vagy egy élményben lesz részük. Gömöri András Máté fog fellépni ezen az esten, aki az Operett Színháznak az ifjú művésze, hiszen még csak 23 éves, de hihetetlen tehetséges, és nagyon-nagyon szép hangja van. És hát vannak barcikai kötődései is, úgyhogy azt gondolom, sokan ismerik itt őt Barcikán, illetve az ő partnere Kac Zsófia lesz, aki szintén az Operett Színháznak a hát leendő művésze, mert ő még tanodás, de már ő is szerepeket kap az operettben. Úgyhogy ők ketten élőzenével, hát nagyon szép lesz, viszont van egy rossz hírem ezzel kapcsolatban, hogy már minden jegyünk elfogyott, úgyhogy akinek van erre az előadásra, így azt szeretettel várjuk. Nagyon szépen köszönjük itt, hogy eljöttél a stúdiónkba, és akkor buzdítjuk a nézőket, hogy látogassanak el február 6-án az Egressi Béni Művelődési Központba. Köszönöm szépen. A Don Bosco általános iskola, szakiskola, középiskola és kollégium ünnepi szentmisével és műsorral emlékezett meg névadójuk Bosco Szent Jánosról január 29-én.
A Szent Család templomban tartott ünnepi misét P. Ábrahám Béla SBD tartományfőnök atya, a Szalézi Rend tartományfőnöke celebrálta. Az Egresi Béni Művelődési Központ színház termében a diákok és a tanárok közös zenével és tánccal fűszerezett modern, vidám, Don Bosco szellemét felidéző produkcióval szórakoztatták a vendégeket. A fellépéseket követően csaknem 40 növendéket jutalmaztak a kulturális, a sport és a közösségi életben nyújtott kiemelkedő munkáért. 75 ezer forint értékű adományt adott át az egyes számú idősek otthona lakóinak január 28-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kazincbarcikai szervezete. Az ajándékot István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ vezetője vette át Budai Istvánnétól, a karitatív szervezet helyi vezetőjétől. A többnyire élelmiszereket tartalmazó csomagok mellett az otthonban élők a szolgálat tagjainak erre az alkalomra összeállított műsorát is megtekinthették. 17 mérkőzéssel folytatódott a 7. Szitka Béla kispályás labdarúgó emléktorna január 30-án a KSK tornacsarnokában. Ezen a lapon az általános iskolások és az amatőr felnőttek mérték össze tudásukat. A sporteseményre korábban több mint 50 csapat nevezett, amatőr felnőtt, ifjúsági, általános iskolások, öreg fiúk és nők kategóriákban. A mérkőzések a következő hetekben tovább folytatódnak. A döntő meccseket február 21-én játsszák majd a résztvevők. Az eredményekről bővebb információt az op.online-on és a Color Hét következő számában találnak. Color Hét klubba, vagyis egy kötetlen beszélgetésre hívta az érdeklődőket február 1-én a Balcika Art Kft., valamint a szeptemberben indult új heti lap, az op.online és a KVTV szerkesztősége. Az eseményen Juhász Rita ügyvezető igazgató és Hajnal József főszerkesztő ismertették a médiumok elmúlt egy évében bekövetkezett változásokat. A lap főszerkesztője elmondta, az esemény célja kettős volt. Egyrészt az, hogy a szerkesztőség megismerje az olvasóközönség véleményét, másrészt pedig az, hogy az érdeklődők is közelebbről megismerhessék az újságot készítő szakembereket. A beszélgetésen résztvevők megfogalmaztak elismerő szavakat a lap átalakulásáról, ugyanakkor jó néhányan tettek kritikai észrevételeket is. További részletek a csütörtöki híradóban lesznek láthatóak. Megérkezett a stúdiónkba Ormos László, akit nyugodtan nevezhetek a helyi kutyás társadalom szószólójának, vagy meghatározó alakjának. Ahogy már elmondta nekem, ugye 40 éve foglalkozik kutyákkal, és most annak kapcsán hívtuk meg a stúdiónkba. Most januártól egy új kormányrendeletnek köszönhetően ismét módosult az állatvédelmi törvény, és most már tilos a kutyákat tartósan láncon tartani. Ön, mint aki már nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, és úgymond a kutyás társadalommal, hogy érzi, hogy tapasztalja a gazdák, mennyire tartják be ezeket az egyre szigorodó szabályozásokat? Hát ez a láncról elengedés, ez még nagyon nagy újdonság, ezt vagy nem tudják még sokan, és nem élnek ebben a nem lehetőségevel, hanem a muszájjal, hogy el kell engedni a láncról, vagy nem merik elengedni a kutyákat a láncról, hiszen azóta nagyon sok kutyatámadás történt. Hogy most ez azért történt-e, mert levették róla a láncot, és ugye idáig helyhez volt kötve, és ő most elindult a világnak. Amit idáig ugathatott, azt most meg is támadhatta, meg is haraphatta, találkozott konkrétan olyan emberekkel és állatokkal, ami most szül majd konfliktust belőle. Tehát az elmúlt időszakban azt ugye beszélgettünk róla, hogy több kutyatámadás is történt. Úgy érzi, hogy ez összefüggésben áll azzal, hogy láncon tartják a kutyákat? Tehát agresszívebbé válik a kutya? Egyébként milyen veszélyeket rejt az, hogy tartósan láncon van tartva egy kutya? Hát, hogy most ez váltja ki konkrétan
ezt szerintem még nem tudhatni, főleg itt a városban, itt Barcikán nem tudhatjuk még ezt konkrétan. Vannak már jelzések, meg jelek arra, hogy kutyatámadások történtek. Ha jól tudom, petíciót is, sőt én is aláírtam ezt a petíciót, az állatvédők adták be az önkormányzatba, a jegyzőnek, hogy csináljanak valamit, mert ez tartatatlan állapot. Másfél hónapja is megtámadott egy 5 éves kisgyereket, aki oldalba ment az anyukájával, a gyereket is megharapta a kutya, és az anyukát is több helyen. Pszichológushoz kellett vinni a gyereket, és a pszichológus ajánlotta, hogy forduljanak kutyás szakértőhöz is. Hát nem én vagyok a legjobb biztosan, de megtaláltak, és így egy alkalommal már voltam fent, és a héten megint fel kell mennem a családhoz egy kis kutyával, és megpróbáljuk egy kicsit normalizálni a gyerekbe ezt a félelmet. Foglaljuk már össze, hogy ön a kutyákkal kapcsolatosan mi mindennel foglalkozik. Mert ugye most kiderült, hogy abban az esetben is, hogyha esetleg kutyatámadás történik, akkor önnek van egy szerveződése, ahova várja a bejelentéseket, és adott esetben ön is segít és eljár az adott ügyben, illetve követi az adott ügyet. Mi mindennel foglalkozik még a kutyákkal kapcsolatosan? Van a Kazincbarcikán, úgy hívják ők, kazincbarcikai kutyások. Erre az oldalra lehet jelentkezni, több mint 300-an már vannak rajta. Érdekes, hogy külföldről is egy-egy ilyen magyar, aki ide kötődik Barcikához, belépett és kommentálgatja dolgokat, de folyamatosan mennek ezen az oldalon olyan fajta információ halmaz és csere, ami lehet az éppen a kutyatámadás, lehet az éppen a készülő ebrendelettel kapcsolatban, az állatvédők, van egy olyan, hogy kazincbarcikai mini állatvédők. Én minden tiszteletemet adom nekik, mert csúsznak, másznak egy-egy kis kutyáért, én nem biztos, hogy megtenném mindig, meg éjszaka este 10-kor. Ők ezt megteszik, és ráadásul tök ingyen. Van náluk csipleolvasó, megpróbálják rögtön visszajuttatni azokat a kutyákat, akiket befogtak, és itt kezdődik megint egy olyan probléma, hogy ugye a láncról elengedett kutyák, hát a 70%-ában nincs csip, tehát pedig már az kötelező lenne. Nem csak a láncról, de úgy általában előjönnek ezek a problémák. A másik nagyon fontos dolog, amit fel kell, hogy említsek, nem említették meg konkrétan, de jelezték ugye ezen az oldalon, hogy benne van ugyan a csip, de nincs regisztrálva. Tehát ez állatorvosi felelőtlenség. Hiszen el lehet képzelni, hogyha befogják önnek a kutyáját, és megpróbálnák visszajuttatni, nem tudják visszajutatni. Mit csinálnak? Beviszik az arborétumba, a parkhoz, ők tárolják egy bizonyos ideig, egy minimális ideig, utána beviszik Miskolcra, és a legrosszabb esetben elaltatják a kutyákat, az ön kutyáját. Azért, mert ugyan van benne csip, de nincs regisztrálva. Tehát nagyon fontos dolog. Na most itt ki a felelős általában? Melyik részénél? A nem megfelelő kutyatartásnál például a gazdákat milyen jogkövetkezmények fenyegethetik? Hát itt a helyi viszonyokban megalakult a rendészet, nem városőrségben, rendészet alakult meg majdnem egy évvel ezelőtt, tudomásom szerint 10-15-en vannak, beszéltem is ma a vezetőjükkel, voltam bent, és az elengedett kóborkutyákkal kapcsolatban nem nagyon tudnak ők még belefolyni, mert nincsen meg a tárgyi része a dolognak, nem mindegy, hogy valaki csupaszkézzel oda megy, vagy egy befogóbotta, vagy kilövési lehetőséget, de ha jól tudom, tárgyalnak az önkormányzattal és a Barcika parkkal, tehát záros határidőn belül meg lehet oldani azt, ugyanis 6-tól 2-ig a Barcika park az, aki befoghat kutyákat. 2-tól akkor azon mennek és le van tudva. Idáig. És ha minden igaz, akkor belesznek ők is, hát nem fogva, de meg lesznek kérve, hogy utána ezeket a dolgokat esetleg orvosolhatják, és ez már egy pozitívabb hozzáállás. Megjegyzem, a városvezetés évek óta pozitívan áll minden dologhoz, ami a kutyás társadalommal kapcsolatos. Persze vannak olyan dolgok, amit nem mindig ért meg a kutyás, meg a városvezetése, de ahányszor felmentem, mindig fogadtak, nem is mindig értették meg azt, amit akarunk, de tavaly készült 2 kutya játszótér, persze ez se tetszik minden kutyásnak, kicsi a játszótér, ki tudtak ugrani, megoldották, és azt mondta nekem a polgármester úr most decemberben, hogy nem állnak le, és az idén is fognak készíteni ilyeneket. Tehát a városvezetés mellette van, a kutyás társadalomnak kellene, én inkább azt mondom, fel kellene nőnünk ahhoz, hogy úgy viselkedjünk,
ahogy a kultúrát kutyatartáshoz méltóan. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ön hogy látja itt a helyzetet a régióban? Mennyire tartják be, ugye nyilván nem véletlenül szigorodik egyfolytában a kutyatartásnak a szabályozása, már akár jogalkotási szinten is. Mennyire tartják itt be ezeket a szabályokat a régióban? Nézze, egy gyakorlati példát mondok, mert majdnem késen menő dolog volt velem. Tavaszúti játszótér, ami a gyerekeknek van, két gyerek a kutyát a csúszdán, avval szórakozott, hogy ott csúsztatták le. Oda mentem hozzájuk, és mondtam nekik, hogy nem ide kellene vinni, van egy másik hely a kutyáknak kijelölve, oda kellene vinni. És leszólt az ablakból az úriember, hogy nem merjek a gyerekekhez szólni, ezek a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak. Na erre most mit mondjak? Jó, azt mondta, hogy ha lejön, akkor szétvágja a fejemet. Tehát most erre mit tudjak mondani? Tehát ahol tud önközbe lépni. Más kutyások is, a normális kutyások, tehát akik úgy gondolják, nem egyszer látom, hogy zacskó van a kezükben, felszedik, öröm nézni, tehát azt a részét, hogy nem hagyják ott, de sajnos ugye ezen az oldalon, a kutyás oldalon ott van az is, hogy elmentek a kutyajátszótérre, és folyamatosan szedni kell más kutyások után, holott szemetes is van, egy zárt téren vagyunk, nagyon nehéz ezeket úgy tolerálni, és úgy lejátszani a többi kutyással, hogy mindenkinek jó legyen. Ön szerint mi az az égető probléma, amit még esetlegesen jogalkotási szinten kellene megoldani? Állami vagy itt a helyi szinten? Mert akár az állami az kivantalálva, abban nagyon nehéz bele... Említette, hogy helyi szinten most készül egy ebrendelet. Erről mit tudunk? Helyi szinten úgy készül az ebrendelet, ha minden igaz, jogi osztályon voltam fent a múlt héten, azt mondták, hogy februárban fogadja el a... Nem, februárban teszik fel véleményezésre a honlapjukra, és márciusban pedig a képviselőtestület elé nyújtják ezt a javaslatot. Mi a főépítész asszonnyal tavaly télen körbejártuk a várost, felírkáltuk azt, hogy hova lehetne nyitott futtatókat csinálni, ami később esetleg zártak lesznek belőle, milyen fajta olyan lehetőség van a kutyásokra nézve, hogy nekik segítsünk, viszont ne zavarjuk a városlakókat, ami nagyon fontos. Hiszen nagyon sok olyan zöld felület van, ahonnan már amúgy ki vannak tiltva a kutyások, és ez nem tesz jót, hogyha ott hagyják azokat a dolgokat, amit nem kellene. Értem, tehát itt Kazincbarcikán, hogyha bárki kutyatartó valamilyen segítségre szorul, akkor nyugodtan csatlakozhat, az önök oldalán megtalálhatóak az ön szerveződése, és bármilyen probléma, ami esetlegesen a kutyatartással kapcsolatosan felmerül, akkor önök ebben tudnak segíteni. Így van, hiszen ez a kutyás oldal nem csak abból tevődik össze, hogy véleményeket formálnak, mert azokon vannak olyan fajta szakemberek, legyen az éppen állatorvos, legyen az éppen az állatvédőktől, akik befogják ezeket a kutyákat, meg vannak oktatók is, akik szakvéleményt tudnak mondani, amit talán érdemes megfogadni, és még egyszer mondom, ezek a talán jó lenne egy kicsit anyagilag is segíteni ezeket az állatvédőket, állatmentősöket, mert a ruhájuktól kezdve, amit a sárba tönkrevágnak, azokat a tápokat ezeken a médiákon keresztül próbálják beszerezni, amik tárolják a kutyákat. A benzinköltség például fel van írva, hogy elvinnék a kutyát, mert lenne gazdája, elvinnék mondjuk Nyíregyházára, vagy bárhova itt a környéken, de nem tudják elvinni, mert nincs benzinköltségük. Tehát ezekre kunyerálnak. És ha jól tudom, a Barcika Park most kapott olyan több pénzt, hogy a befogásokra, beszéltem velük a múlt héten, 10-15 kutyát fogtak be januárban, tehát azért ők is rajta vannak az ügyön, pont emiatt a kutyatámadás ügyön, de nincs segítség, háttérsegítség ezeknek a kutyásoknak, akik nem hivatalosan ténykednek. Hát reméljük, hogy a jövőben valamelyest a jogszabály, illetőleg ezenek a rendeletek vissza fogják tartani, illetőleg figyelmeztetni fogják a kutyatartókat a megfelelő kutyatartásra. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdiónkba. Szívesen, jó munkát. Köszönöm. Ismét Kazincbarcikán járt a Duma Színház január 28-án az Egressy Színház termében. Kis Ádámmal, az est sztárvendégével a helyszínen beszélgetett a Kávés TV stábja. Nézzük. Öt-hat éves koromban már én fellépni akartam, gimibe, iskola újság, iskola rádió, meg mindenféle hülyeség. Aztán Pestre kerültem, jókor voltam jó helyen, azóta meg jót csinálok, ilyen egyszerű.
valóban annyi helyen jártam, így ahogy mondod, egyrészt munka miatt, másrészt magán cuccok miatt, hogy már csak így a haveri körben is tök nagy sikert arattak a kis szösszeneteim, meg bejátszások, meg minden, aztán összejött annyi, hogy miért ne csináljak ebből műsort, és sokkal hitelesebb így, hogy meg is mutatom. Mert mindig kérdezik, hogy mennyi igaz abból, ami mesélek, mennyi történt meg abból, mi igaz, mi nem igaz, és itt elmondom, és alátámasztom képpel is videóval, szóval tényleg úgy mennek haza, hogy egy komplett képet kapnak arról, hogy én hol jártam, és nekem arról mi a véleményem, és az hozzánk képest hol tart, vagy hol nem tart az ország. Részletet szeretnél a műsorból? Lesz majd benne olyan, hogy és az. Jó estét kívánok, Kis Ádám vagyok. Köszönöm a figyelmet, ezeket elárulhatom, a többi az szigorúan titkos. Hát el kell jönni, és meg kell nézni. Ezzel most járom az országot, illetve ez még az őszömnek, a őszi turnémnak a utórezgéseim, mert egy kicsit sielgetni voltam, és akkor most kell bepótolnom ezt a régiót. Februárban szabadságon vagyok, mint minden éven. Kentvét, úgyhogy hát szeptembertől nyomom lényegében minden nap, úgyhogy ilyenkor én így februárban összeesek, nekem az kell. Vannak most új előadások, amiket elkezdtünk például Majkával, a Rostot, azt nagyon szeretik. Vannak páros estjeim Bödőccsel, Kőhalmival, meg az önállóm. Ezeket csinálom egy Duma Színházon belül. Nyilván az önállómat nagyon szeretem, mert itt ez csak tőlem függ, tehát nem kell mással megbirkózni, meg megosztani a színpadot. Meg én ezért tudok felelősséget vállalni, meg hát egyedül vagyok a színpadon, ez tök jó. De szeretem a páros esteket is nyilván azért, mert ott akkor csak fel annyi időt kell beszélnem. Itt meg nekem kell az egész 100 percet. Ez jobban lefárasztam úgy, de ez inkább én vagyok, mert egy páros estet csak úgy így összedobálok egy ilyen best of 40 percet, 50 percet, ami épp eszembe jut. Itt meg szépen fel van fűzve gondolatmenet egyikről a másikra.
április elején. Köszöntöm a stúdióban Hajnal Józsefet, a Barcika Árt Kft. Kommunikációs Központ főszerkesztőjét. Az idén harmadszor keresi az év emberét az Opont online hírportál. A jelölés már megkezdődött, hogyan zajlik pontosan a jelölés? Hát ez egy érdekes dolog, ez az évember, azt gondolom itt Kazincz Barcikán. Azt hiszem, hogy talán az a legfontosabb része a dolognak, hogy kifejezhetjük azt, hogy mit gondolnak az emberek. Nyilván az Opont annak idején 2 évvel ezelőtt azért kezdte ezt az ügyletet, azért volt ez a kezdeményezés, hogy sokakban felmerülhetett az igény, hogy szeretnék elmondani, hogy ők valakiről azt mondják, hogy ez egy jó ember, akár az év embere számára egyénileg, vagy kis csoportban, vagy egy kisebb közösségben, vagy egy nagyobb közösségben, ő az év embere. És akkor így ezek a közösségek, ezek az erők úgymond találkoztak, és akkor összeállt egy olyan rendezvény, egy olyan kezdeményezés, aminek a végeredménye az, ahol most tartunk és amiről beszélgetünk, vagyis az, hogy keressük az év emberét az Opont által, a hírportálunk segítségével, hogy megmondhassuk a közönségnek, visszaadhassuk úgymond, hogy igen, ti vagy önök ezt az embert tartjátok olyannak, hogy megjutalmazhatjuk úgymond ezzel az elismeréssel. Összesen 4 kategóriában lehet jelölni. Mik pontosan ezek a kategóriák, és miért pont ezek a kategóriák kerültek megjelölésre? Ahogy az ilyen jellegű elismeréseknél ez már azt hiszem szokás, azt mondhatjuk, ezek a kategóriák, ezek változnak. Van, amikor talán a sport kerül előtérben, azután van olyan talán, hogy a gyermekek ügylete kerül előtérben, máskor pedig éppen az időseké, tehát az elmúlt esztendőkben úgy alakultak a dolgok, hogy most egy kicsit módosítottunk ezeken a kategóriákon. És az elmúlt évekhez képest most új szint is igyekeztünk, ha lehet ezt a kifejezést használni, a kategorizálásba. A kategória az talán azért fontos, hogy találjunk egy olyan summázott rubrikát, vagy egy kis dobozkát, amiben úgymond bele lehet tenni képletesen a neveket egy dologról, vagy egy üggyel kapcsolatban. Most azt gondolom, hogy Kazincz Barcika úgy általában az összes hasonló karakterű városhoz képest is egy kicsit másféle helyzetben van, mert itt nagyon sok civil szervezet dolgozik. Hát itt a televíziós műsorokban is sokakat megszólaltattunk már közülük, vagy a Color Hétben is sokakat megszólaltattunk közülük. Tegnap volt egy találkozásunk a Color Hét olvasóival, és ott is nagyon sok civil volt. Tehát úgy érezzük, hogy a civil kategória ez egy nagyon fontos dolog a város életében, és nagyon fontos az, hogy olyan szervezetek vezetőjét, vagy aktivistáját, ha úgy tetszik, tudjuk ezzel az évembere elismeréssel jutalmazni. Ez az egyik. Ez az egyik, igen. Mi a másik 3? Mondom a másik 3-at is gyorsan, hogy ne húzzam az időt. A szolgáltató. A szolgáltató, ez így ebben a megfogalmazásban, hogy a szolgáltató, ugyanis azt gondolom, hogy az emberek egyre inkább, nem én gondolom csak, hanem azt gondoljuk az Opont szerkesztőségén belül, és a társ médiumok képviselői is ezt mondják, hogy a Color Hét, illetve a KVTV munkatársai, hogy a szolgáltatás az egy olyan kategória, ami mindenkit érint. Mindenki minden nap találkozik valamilyen szolgáltatóval, és milyen jó azt elmondani valakiről, hogy ő úgy végzi a dolgát, hogy egy egész város büszke lehet rá, és mondhatja rá, akár legyen az egy intézmény, vagy egy magánszemély, vagy egy kiszolgáló csoport, és mondhatja rá, hogy ő az év embere. A harmadik, ez az egészségünkért. Volt már tavaly egyébként egy orvosi kategória, és most úgy gondoltuk, hogy egy kicsit bővítsük ki ezt a kategória rendszert, ha szabad ezt mondani, amiben úgy gondoljuk, hogy attól kezdve, hogy valaki gyógyít, egészen addig, hogy gondozást vállal, idős gondozást,
és ennek még számtalan területét elmondhatjuk, addig úgy gondoljuk, hogy ez az, mind az egészségünkért, az jó egészség érzetéért történik. És a negyedik kategória, ha szabad azt mondani, ez a legérdekesebb, a példakép. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy manapság vannak helyzetek, amikor példaképet találnak a gyerekek vagy az ifjak. De ezt olyan pregnánsan, olyan valóságosan nem igazán mutatjuk meg. És mi olyan személy, vagy olyan személyek nevét, de valószínűleg itt egy személyről lesz szó, olyan személy nevét keressük, olyan személyiséget keresünk, akik igazán bármilyen tekintetben egy cselekvés, vagy egy időszak, tehát bármilyen tekintetben példakép lehetnek az ifjúság számára. Jelölni meddig lehetséges? Úgy gondoljuk, hogy február 20-a az az időpont, ameddig a jelölésnek le kell bonyolódnia, és várjuk ezekre a kategóriákra, várjuk a neveket, azoknak a neveit, akikből azután majd kialakul, hogy ki az a név, vagy melyek azok a nevek, amelyek a legtöbbet, a négy legtöbbet kapott. Rájuk lehet majd szavazni, igen, így, azt követően. Ezekre a nevekre lehet majd szavazni. És ezekből a nevekből kerül ki majd 20-a után. 20-án a Color Hétben, azután természetesen a televízióban, a képújságban számot adunk arról, hogy a kategóriákra milyen jelölések érkeztek. Egyénektől, vagy csoportoktól, intézményektől, bárkitől elfogadunk jelöléseket. És mondanám azt is, hogy pontos legyen a dolog, hiszen ez egy most képzett e-mail cím, hogy az o.evembere, az o.evembere, tehát az o.evembere kukacbarcikart.hu. Tehát itt lehet jelölni. Igen. Itt lehet jelölni, így van, de egyébként a 3700 Kazincbarcika Pollák Mihályút 34 címre lehet írni nekünk levelet is, és be lehet hozni a szerkesztőségbe, és hogyha valaki úgy gondolja azt a kis cetlit, amire ő a jelölését megteszi, és akkor mi ezeket a jelölt neveket összegyűjtjük, és kialakul természetesen ebből az az első négy, aki majd a szavazásra mehet, és akiknek a neveire szavazhatunk majd. A szavazás az hogy fog történni? Hát természetesen a Facebook és az internet segítségével, ezt is mondhatnám, erről is külön értesítéssel leszünk, hogyan lehet majd szavazni az egyes nevekre, de azt már most mondhatnám, hogy ugyanígy e-maileken, Facebookon, tehát az internet segítségével fogjuk lebonyolítani ezt is. Ahogyan egyébként ebben már van praxisuk a kazincbarcikaiaknak, hiszen tavaly a jelölésre több mint 10 000, és a szavazásra meg 6 000 szavazat érkezett. Akkor nagy volt a szavazási kedv. Hogyne? Én azt gondolom, hogy ez átmozgatja úgymond egy kicsit Kazincbarcika társadalmát, és nagyon örömteljes dolog az, hogy ezt egy gála keretén belül tudjuk majd április első hetében átadni ezt az elismerést azoknak, akik a legtöbb szavazatot kapták. Hogyha már a tavalyi évről volt szó, összegezzük egy kicsit a tavalyi évnek az eredményeit. Ugye fontosnak tartom azt is elmondani, hogy az egyik kedves kollégánk, az operatőrünk, a Rabina Norbi, aki jelenleg is ott áll a kamerák mögött, őt is az év emberének választották, ugye civil kategóriában. Hát az nekünk nagyon jó volt a kollégáknak itt a szerkesztőségen belül, hogy van valaki, aki arra érdemesült, hogy a városnak ezt az elismerését megkapja, és hát az ember ilyenkor drukkol, és azt mondja, hogy de jó, hogy ez így alakult, hogy ez így sikeredett, hogy az ő személyében hát egy év emberével együtt dolgozhatunk. De azt mondhatom, hogy mi együtt dolgozunk azért másokkal is, hiszen mondjuk István Zsolt, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, azért néztem bele, hogy nehogy eltéveszem, az igazgató úr. Hát nem mondom azt, hogy mindennapos vendégünk, de hát nagyon sokszor megkérdezik különböző ügyekben. Aztán volt egy orvosi kategória, Tannóri Nabil fogorvos kapta itt az évembere díjat, és Cégel Erika volt, aki a sport kategóriában kapta ezt a díjat.
Két esztendővel ezelőtt indult el ez a dolog, ez most már, ahogyan mondtam, és a harmadik, és én azt gondolom, hogy ez az Ópont részéről, ez talán egy jó elfogadható a város részére egy felemelő kezdeményezés lesz most is, ahogyan ez tavaly vagy tavaly előtt volt. Hát akkor kíváncsian várjuk majd az idei eredményeket is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Ne feledjék, hogyha kedd, akkor presszó, tehát jövő kedden is jelentkezünk, akkor is érdekes témákkal várjuk majd önöket. Addig is munkatársai nevében is kellemes estét kívánok, viszontlátásra.